hölgyeim és uraim, ez itten Rudolf Péter. Még tiszteletem! Jó estét! Oda! Szia! Szia, Isten haza! Szia! Tiszteletem, Gyuriben! Régi vágyunk, hogy a vendégek között valami fajta összefüggést találjunk, ezt ma a tavasz jegyében próbáljuk hát kvázi meglelni. Bubikám, nyugi. Rudikám? Nem, Bubi, nem, kösz, tényleg, poénot, nem érdekes. Gondolom, hogy te nem a parfümödet váltogatod, hanem esetleg kirajzol a kiskertbe, esetleg kipróbálod skiffedet, kenudat, kerékpárodat, szörfödet. A skiff az a gyönyörű dunai, az a vékony, amivel csak azért nem lehet beleborulni, mert az evező megtartja. Nem, a killboat. A killboat, bocsánat, ez a skiff, ez a versenyszerű, vékonyabb, és talán az egyszemélyes változat. És milyen a japán íj? Parancsolsz? A japán íj az milyen? Hát, ahogy annak idején a Kiliát telepi vezetőképzőtáborban mondták, most megfogtál, Peti. Az milyen? Nem tudom. Hát, hogyha egy új irányt vett ezzel a beszélgetés, a tavasz felvezetésnek annyi. Itt a tavasz van. A japán íj, a japán íjban az ja, érdekes. Íj. Csak az artikulációban van. Tehát a japán íjban az az érdekes, hogy nem szimmetrikus. Tehát ez elvileg az van az emberben, ugye, hogy így kifeszíteni. Én csak a szimmetrikus íjakat szeretem. Szóval én megyek az íboltba, és annyi nem szimmetrikus én, azt nem. Nem, én egy ilyen szimmetriacentrikus pali vagyok. Egy váza, két gyertyatartó, szóval én így. Na, szóval a japán íj az olyan, hogy nem szimmetrikus, és ennek az az oka, hogy amikor letörték az ágat, igen, akkor értelemszerűen, eddig én is oda nézek automatikusan, tehát alul vastagabb valószínűleg az ág, és elvékonyodik, és érdekes mondani, a japán íjat azt úgy csinálják máig, hogy ezt az aszimmetriát megtartják. Joggal fölmerült a kérdés, hogy ezt most miért mondtam el? Igaz? Nyilván, hiszen ez egy show műsor, ez teljesen értelmetlen egy ilyet elmondani, csak úgy döntöttem, hogy én is feloldom magam valahogy, amíg eljutunk addig, hogy én igazán jól tudjak sztorizni egy ilyen sztori műsorban. Vagy ezt ráadásul egy barátom csinálja a japán íjakat, nem hiszem, hogy sokan csinálják az országban, kiköltözött az Őrségbe, és könyvekből megtanult, hogy honnan szerzi be a fát, nem tudom, de ennél többet azért erről a japán íjról most már, hogy így föloldódtam, nem mondom. Ne, kihozhatjuk a maximumot a kérdésből. No, tudom rólad, hogy te is metszegetsz olykor-olykor, hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen. Igen, én könyvből metszek. Ez a dolog lényege, a szomszédok nagy örömére. Akik... Mi nagyon sokáig kamaszkorunkban könyvből dugtunk. Tehát az se egyszerű. De milyen egy eredménnyel végzed? Az egyik kezed, akkor az neked is. Hát probléma... ezt most ne feszegessük, hogy most melyik kezünk, hol, hova, mit vágunk, mit dugunk. A probléma azonos, tehát ha ti ezt így csináltátok, hát egy másik generáció vagy. Én aranyos vagy, köszönöm szépen. Igen. Tehát akkor az egyik kéz ugye ugrott, na most képzeld el ezt fám, ezt a dolgot. És tényleg a szomszédok nagyon jól érezték magukat, mert ül az ember egy ágon, a meccés. És mivel sajnos nem az az első sor, hogy hogyan kapaszkodjunk a meccés tartó, könyvet tartó... Nem, úgy kérdezik, hogy a fa megközelítése, védőfelszerelés, létra... De megcsináltam, és nagy, nekem volt benne örömöm, és ez most, mintha egy poént akarnék mondani, a fa elpusztult. De ez nem poén, mert én megkérdeztem kertész, nincs összefüggés az én ténykedésem és a fával történtek között. De sokáig nyomasztott ez a kérdés. Pocsék érzés volt, mert imádtam alatta ülni. És úgy föl lehetett nyúlni, és nem tudom. Egy nagy fát sikerült? Hatalmas sárga balackfa. És volt, amit most sokak szerint én elpusztítottam, de nem így van.
De hát ehhez már fűrészt is kellett, meg minden. Szóval nem csak így csipkedünk éppen, mint Bálint gazda itt az imént. Hát nem tébolyodtam meg, tehát én csak egy ilyen meccsolóval csináltam, de... De ezzel sikerült. Igen. Sikerült amortizálni. Hol történt mindez? Hol laktok? Nekem van egy picike kis telek részem, amit iszonyatos erővel betelepítettem mindennel, nem érdeklődtem. Ja, ez neked csak habitál kell, úgynevezett hobbid. Nem, ez egy pici ott van, laktok? Ott lakom, igen. És ez hol ott van? Lakom. Ott magam előtt pusztítottam ki szegény fát. Hidegkúton. Uh-huh. Tehát ott laktok egy ilyen családi házas konstrukcióban, erre igen. Akartam. Ikerház. Hogy a szomszéd is metszeget, vagy vele hogy vagytok? Hát ez a szomszéd látta, hogy én mit csinálok, engem nem kért fel a meccésre. De nem is ajánlkozott? Mert vannak ezek az örésre jó indulatú. Hasonszörű figurának tűnik, mint én, tehát ő nem röhögött, úgy érezte, hogy ennyit szolidál velem, vagy szomorúan álltunk, hogy én olyan nevetséges vagyok. Azt mondtad, hogy hasonszörű figura. De milyen figura vagy? Összetett figura vagyok, mint valószínűleg mindannyian. Tehát például vegyünk egy ilyen show műsor. Igen. Tehát például egy ilyenben ugye az ember egyfelől nagyon akar szerepelni. Igen, másfelől tele van. Másfelől meg egyáltalán nem akar szerepelni. Igen. Ennek megint több oka van. Egyrészt hihetetlenül imponálóan, szellemesen, mégis líraian szeretne beszélni. Egy része az életemnek, hogy én showműsorokban szerepeljek. Jetszik is kegy. Nem. Ezt most komolyan ezt, nem, nem látod, a, nem tudom. Ez, nem ez, tudom, ez, hát mindent mi el tudok játszani. Hát, most, nem. Mondd szemben. Nem. Hát ugye nézem én természetesen a műsort. És különböző ötleteim voltak arra, hogy ha nem jutok szóhoz, akkor mi legyen. Sok mindent dolgoztam ki erre. De akartam hozni egy könyvet jópofáskodva, hogy akkor előkapom és olvasgatni kezdek, vagy valami ilyesmi. Különben érdekes, hogy ha az ember beszélgetésekben úgy vesz észre, hogy csak úgy néz, akkor valahogy mindenki kíváncsi a vélemény. Egy alkat, egész életeket élnek így le emberek, lehet, hogy nincs semmi gondolatuk egyébként. Nem azért... Hát nekem ennek a módszernek volt egy ilyen változata, amelyeket én házi buliban alkalmaztam. Nevezhetjük ezt a hallgatás költészetének is, ugye amikor a 180 centis miniszoknyás hernyók beveztek a placra, akkor én szigorúan nem lendültem akcióba, hanem így a könyvtár szobában ezoterikus szerzők olvasásával foglalkoztam. Ugyanez. Nem, picit szomorúan, és akkor odajött egy anyatípusú lány. Az van! És akkor azt kérdezték, hogy mi van? Igen. És akkor, Sanyi. És akkor lehetett azt mondani, hogy nekem ezt nem mondtál. A szigurát! Csak annyira átélem, hát... Bocsánat, kérdezünk a történetbe. És akkor, mikor megkérdezték, hogy mi van arra, ha azt jó színben tudtam mondani, hogy... Semmi. Akkor úgy valami abból kerekedhet. De ezt hoztad minden regiszterben.